Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Géza! Egyfelől hatalmas öröm azt látni, hogy pótcégeket kellett behozni ebbe a terembe, mert ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy nagyon sokan szeretnek téged, hanem hogy el is jönnek, amikor arról van szó, hogy valamit visszaadjunk abból, amit tőled kaptuk. Tudom, hogy az idő korlát az most különösen fontos és figyelembe veendő, ezért én a magam részéről csak egy nagyon apró történetet szeretnék elmondani Gézáról, ami életem egyik legbotrányosabb filmjéhez vezetett, de igazából a Géza adta az alapötletet, vagy ő fordította meg a Dunaujvárosról szóló dokumentumfilmnek a eredeti koncepcióját, hiszen egy szocialista városról szerettem a filmet csinálni. És Géza akkor már nagyon jól ismerte azokat a kis egyházi közösségeket, fiatalok köreit, akik többek között Dunaujvárosban is elkezdték a hitéletet gitáron, énekszűrrel, egyebekkel, beszélgetésekkel, ilyen szabadabb bibliaórákkal fellendíteni. Ez a 90-es évek közepe volt, 95-96-ban. És addig beszélgettünk Gézával, aki, ha jól emlékszem, akkor még talán Csepelen lakott, hogy meg is változtattam a film címét. Isten és a Martin kemence lett volna, ez volt a munka címe, így is forgattuk végig. Ez persze a holdkormány alatt így nem mehetett le, ezért lett aztán a végén belőle az építőt, aminek köszönhetően elértem azt, hogy évekig kitiltott a Dunaujvárosot, tehát Géza, ezt köszönöm neked, de alapvetően azt köszönöm, hogy azok a beszélgetések, meg az a teljesen új szemlélet, amit ott ezáltal nekünk megvilágítottál, az biztos, hogy az épülésemre szolgál. Furcsa szófűzés, de nagyon remélem, hogy a ma esti hangverseny és az itt lévők a te épülésedre is tudnak szolgálni. Lehetne most beszélni betegségről, lehetne beszélni Hawkingról, sok mindenről lehetne beszélni. Én ezt azért nem erőltetném, mert mindenki tudja, hogy miért van itt. Azért van itt, hogy segítsen, azért van itt, hogy visszaadjon valamit egy barátunknak, egy iskolatársnak, egy tanítványnak, egy osztálytársnak, és ennél erősebb gravitáció azt hiszem, hogy nem létezhet, mint amit itt ebben a teremben most látunk és tapasztalunk. A adományokon túl a két rész közötti szünetben árverésre bocsátunk műveket. Például Dréher János Munkácsi Mihály díjas festőművész, Géza egykori gimnáziumi rajztanárát, két kitűnő kifejezetten erre az alkalomra készült festményét. Ezek akvarell kollázs technikával készültek, 30x30 cm-esek, absztrakcion 1 és 2 címet viseli. Kettő csodálatos Molnos Péter albumot a Kizelbach galériából. Ezeket majd kikiáltási ár után szabad licitálással fogom levezényelni a szünetbe. De nem szaporítom a szót, mert nem élek vissza sem a türelemmel, sem az idővel. És a Boda-Tóvárosi duót kérném, hogy jöjjön színpadra, és kezdjük el velük azt az estet, amelynek főszereplője az első sorban ülő Szerencsés Géza. Kedves Géza, kedves Minnyájan, először is Boda-Tóvárosi trió lettünk itt közben. Domanszky Tivadar barátunk is csatlakozott, de ez még a szervezés ideje nem volt egyértelmű. Mi vagyunk azok ezen a ma esti koncerten, akik nem zenészek, és pusztán Géza barátságának köszönhetjük, hogy most itt vagyunk önök előtt. Annyi persze indok van emögött, hogy mi játszottunk pár évvel ezelőtt Gézáéknak az esküvőjén. Mi adtuk a legolcsóbb ajánlatot lakodalmas zenére, elmentük ezt a melót. Tehát valószínűleg az itt eljátszott dalok is Gézában kellemes emlékeket fognak ébreszteni. Önöktől pedig kis türelmet kérünk. Három számot fogunk összesen eljátszani. Az első rögtön az egy népdal lesz. Gézában sokat énekeltünk népdalokat. Köztük ezt is, mivel
Hát a közvetlen adatközlőkhöz nincs hozzáférésünk, ezért főleg a musikás univerzumból merítettünk. Ez is onnan jön, Betyán óta a címe, bár hozzáteszem, hogy a népdal gyűjtemények a hencegű Betyán balladájaként számon tartják ezt a számot, és mindenki eldöntött, hogy milyen értelmezést ad ennek a számon. Kérdezem Snoopy-t, hogy jók vagyunk-e? Oké, köszönöm. De agyon lőnek egy csendőt, azért börtön jár, csak mondom, tehát azért még örüljünk, hogy most ez még egyre ez elhangozhat. Jó, a következő nótánk az faktuálisan Géza egyik kedvenc dala, és a címe az egy rendszertani problémára utal, de valójában teljesen másról van szó. Thank you.
is egy kis időre. Fáraó hadát elnyerte a tenger. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, a rossz elnyeri méltó büntetését, és a jó pedig a jutalmát.
more. There was a zombie guy running. Köszönjük szépen, Továros és Szilveszter, Rohanszki, Kivagyar, Borog, Zsoltan, és most jöjjön a komoly zenészek, Gergéza. Éppen azért megnyugtatás vagyunk elmondani Buda úrnak, hogy nyugodtan énekelhetik a betyár nótákat, mert jelenleg a Magyarországon nincsenek csendőrök. Közben megérkezett egy könyv, Hely György és Szerabics Géza beszélgető könyve, amit a Kairosz kiadó 2018-ban adott ki. Ez a könyv is csatlakozik majd a szünetben megvásárolható kis könyvekért, itt egy lelki útról, tudományos munkásságról és emberi kapcsolatokról zajlik egy tartalmas, ahogy bemutatkoztam, igen, tartalmas eszmecsere. És most megkérném Zsengedlét József urat, a Károly Gáspár Református Egyetem megválasztott rektorát, amikor az esetleg a fővédnökét, hogy tartsa meg rövid beszélt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! Nehéz itt megállni, mert szerintem nem kellene állni. És ülhetnék, együtt ülhetnénk körbe és beszélgethetnénk. Beszélgethetnénk egymásról, beszélgethetnénk Gézáról. Azért jöttünk itt össze, mert mindnyáján szeretjük Gézát, és az, hogy mi itt most együtt vagyunk, ez neki köszönhető, mert Géza egy hídember. Hídember, aki összeköt világokat. Ahogy így elnéztem, hogy kik vagyunk együtt, én elég sokakat ismerek Géza barátai közül, nyilván nem mindenkit, de sokakat látok olyanokat, és itt a megelőző pár percben hallva beszélgetéseket, sokan vannak itt olyanok, akiket Géza messzi vidékekkel kötött össze, amikor elvitt akár Izraelbe, Jeruzsálembe, akár a világ más egzotikus tájaira, és mutatta be számukra azoknak a helyeknek a sajátosságát, és kötötte őket össze hídemberként olyan élményekkel, amelyeket nélküle soha nem kaphattunk volna meg. De Hídember Géza azért is, mert összeköt hiteket. Összeköti az ortodoxiát és a latin egyházat, összeköti a protestantizmust, a reformációt és a katolicizmust, de összeköt lelkeket is, összeköt érzékeny és kevésbé érzékeny embereket. Összeköt ivó cimborákat és összeköt komoly akadémikusokat. Összeköti a jó bort és a jó ételt, összeköti a könnyű zenét és a komoly zenét. Összeköti a hitet és a hitetlenséget. Ha már itt említése került ez a beszélgető könyv, aki olvasta, és ajánlom, hogy mindenki olvassa el, az árni fogja, hogy összeköti az életet és a halált, összeköti a jó és a rossz napokat. A példabeszédek azt mondja, hogy az igaz barát mindig szeret, de testvérül, a nyomorúság idején születik. Hát itt a mi időnk, eddig lehettünk barátok, most akkor legyünk testvérek. Kössön össze minket ez az idő Gézával, kössön össze minket ez az idő egymással. Tudom, hogy mindenki legszívesebben magából adna, hogy történjen valami. De azt hiszem, hogy megint csak Gézából kapunk valamit, annak a hitét és élményét, hogy mindenre van erőm, aki Krisztusban, aki engem megerősít. Isten áldjon, Géza!
legválasztott legtöbb szavait. És a Konstrito együttest konferálom most fel. Ők eredendően egy kamarazenekari formáción, közül most két tagot hallunk. Szobora Tibor hegedűn és Pesti Mónika cellón fog játszani. Először Johann Sebastian Bach hegedű szólószonáta képpel, Szobora Tibor adja elő, majd közösen szintén Bachtól az Er című opuszt. Akinek tetszik ez a kérés, az lájkolja bátran a Facebook oldalukat és kövessék őket bárhol koncerteznek szerte a világon. Thank you.
Pesti Mónikának két Bach művet. Most meg felvegyen a színpadra. Csikós Attila író novelláiból olvasson fel. Ez ennek az első része. Szünet után jön majd a második része. Csikós Attila. Halványkék, tompa fény. Ázott birkaszom. Csak nem ment ki az orrából. A Kaukázusban ült meg a bőrében, az idegeiben a személy. Különös képeket látott tőle. Ilyenkor nem volt teljesen tudatában annak, ami körülötte zajlik, csak azok a puha, fakó, lágy és kontúr nélküli képek, amikbe nem lehet belekapaszkodni. Nem tájolnak, nem vezetnek sehová. Akkor érezte meg az ázott birkaszakot, ha félt. Korvilább előtt félt először, az Ararát felé. Hűvös volt akkor is. A hajnali fényben, a szétszárosodó fűbe kilépve kezdett el rettegni igazán. Messze a búfette gerinc, rányaltak a felhők, bárhány felhők talán ezért. Úgy érezte, sosem jut haza. Valami gyapjúsz vettelt keresett, magára terítette, úgy indult neki a mitológiának. És most is az a pulóver. Talán annak van ilyen szaga. Az apja vállára tette, és azon tűnődött, honnan van minden apának ugyanolyan kifeslet ujjú, olajbarna gyapjúsz vettere. Ketten ültek a kórházudvaron egy piros padon. Körben négy másik, kettő-kettő jobb és bal oldalon üresen. Mint régen a poharak, ha leültek egymást magoltva a beszédre. Az apák nem tudnak beszélni a fiaikkal. A fiúk bérgyilkosok. A fiúk a mitológiából jönnek és visszaküldik az apjukat oda. Minden pad mellett állt egy koszos, üdös bálogvödör, kijelölt dohányzó, mintha egy novellában olvasták volna, hogy ennek pont így kell lennie. Ilyen vedletnek, hogy képileg is értelmezhető legyen a nincstelenség, a szenvedés. A sarakon mégis csikkek hevertek szétdobálva, 10 percek az életből, ennyi csikből kijön egy emberöltő talán, a száradó fűcsomók között a kavicson. Ültek és hallgatták a platánok lomján lepergő karanaknyalat. Abban a néma szuszogásban, ahogy csak gubbasztottak egymás mellett, benne volt abban minden. 70 kora nyár legalább. Szerapicsnak lenni nem egyszerű, mondta az apa a szeretette alatt. A fiú bólintott, nem tudta, mit mondjon erre, megigazította az ujjast, és elővette a cigarettás dobozát. Hát, ha a füst majd elveri azt az ázott birkaszót. De nem. Rátokott a nyálkahártyáira, nem engedte el. Félt. Fázol még, apa? Kérdezte gyávoltalanul, és lepöcögtette a hangot. Csak nem kapok levegőt, felelte az öreg. Az embert kivélegzi a testéből a világ, a szél, tette hozzá, hirtelen felköhögve. Az ifjabb Szeratics eldobta a cigit és felnézett apjára. Hívjak egy orvost? Az öreg bólintott, és ökölbe szorítva kezét büfölni kezdte beteg mágasát. Hívj! Felállt. Beszaladt a fáradt, zöldre lefestett kapun, ami valamikor a Bonzteremhez vezető folyosó kiárata volt. Végigment a nyitott ajtajú kortermek során a nővérállomásig, aminek kultján fiscsokor, rózsa és három doboz tejföl vállalkozott. Csak egy pirosan terengést látott maga előtt, a tejfölös dobozok fehér foltjait elmosódva, mint mindig, ha az a szag megjel. Honnan jön elő? Milyen érzékeny membránok emlékeznek még arra a szagra? Keserűen, mint az olaj csorgott végig a torkán. Eszébe jutott a mandula műtétje. Csak az anyját várta akkor, amikor a műtét után gyógyszermérgezést kapott, és két hétig bent tartották a kútvölgyében. Minden művérről azt remélte, az anyja az, csak állagban. Aztán ez a kép is összefolyt, a sok idegen arc, mint a szétpattogzott zománc, felsértette az emlékezetét. Elfeledte az anyja vonásait. Most a közeledő nővérkét sem látta. Fehér gomolyag volt, mint a cigarettafüst. Csinos volt pedig. Kicsit telt, de otthonos. Mögötte meg az Ararát csúcsai. Mire visszaért, az apja már jobban volt. A kötött kardigánt is ledobta,
Csukott szemmel pihent a padon. A kezében a kinyaklott szárú szemüveg. Mindjárt jönnek, mondta az apjának. Az elmosolyodott. Tudod, mit látok most? Kérdezte. Halványkék, tompa fényt. Igen, apa, felelte neki, és megtörölte gyöngyöző homlokát. Igen. Van még egy szál cigit, ugye? Emelte feléje arcát az öreg. Ne aggódj, még nem halok meg. De mindjárt itt az orvos, apa, suttogta a fiú. Tudom, felelte ahhoz. Azért nem. Rádugtuttak. A füst, mint a nővérek kékes-fehér köpenye, arrébb lebbent az enyhe szélben. Hát látod, ezért nehéz nekünk, mondta elégedetten az öreg, és beteg tüdejére szívta a nikotint. Az apjára terítette a szvettert. A szívguruló kavicsok közé furta a cipője orrát, és becsukta a szemét. Nem érezte már az ázott pirkaszokat. Ilyen volt? Kérdezett megint az öreg. A hegy? Kérdezett vissza a fiú. Az, mondta az öreg. Ilyen gomolygó, fényes, tompa kék. Ilyen, mondta a fiú. Éppen ilyen. Novellákat hallgatva író emberként én mindig eszembe jut, hogy milyen nehéz az írás. És hallottam egy interjút Krisztinával a civil rádióban. Ha jól emlékszem, ott meg azt mondta, hogy Géza a szemével ír. A Gézzel is nehéz. A Géza viszont tud a szemével. Az első rész zárásaként pedig egy olyan együttes konferálok fel, akit nem kell felkonferálni, következik a Misztrál. Hát, Géza. Isten tartson erőben a mélységet. A szöglet árnyban, mert átterül.
moccanni sem merek a szöglet árnyban, mert rád terülnek mind a csillagok. Versen. Kezdtünk meg. Címe Porcé Bocs, most térünk egyet. Az öreg, jó öreg Babics Mihályhoz. Olyan volt, néha mint a smirgli, de azért tudod néha játékos is lenni. Mosolyogj néned, csak egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zengelkem zsong, mint a örök hangszer lenne. De jó ébredni fehér falak közt madár szól, ahogyan engem már a költött a hajnalóra. Na, téli hoj, szeliden mosolygott az ablakra. Éj, viharnak könnyes emlékét szárogatva, de mint egy morcan kevélyes bárgyam vastag hangja, fordult be kintről az öreg templom morc harangja. Mosolyogj néned, csak egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zeng lelkem zsong, mint a török hangszer lenne. Thank you.
maradjunk a nagyoknál. Nacsinán Gergely András. Reggeli reggeli. That's my... Lesz benne egy rész, amikor felkérlek titeket, önöket, hogy énekeljünk együtt. Nagyon egyszerű lesz, 2-3, maximum 5 hangot kell egymás után énekelni, és nem lesz túl nehéz. Csak hogy zengessük meg ezt a teret, mert édes, de édes nagymamám Isten nyugosztál mindig azt mondta, aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és most úgyis jó energiák vannak itt együtt, akkor azt többszörözzük meg. Na. Felhők felettem, betonok alattam, feladtam. Itt hagyom a város, hogy a tengerbe kimossam magam. Minek is kapartam, kocsi meg a parkban, felszerelt. Megyegyi vén az ének, mert a balasz könyv mind betelt. Hát akkor tapost a gázpedált, a szívet amúgy is rég megáll. Hát akkor tapost a gázpedált, de már a lámpát zöldre vált. Jó helyen van, ez jó helyen van, szóval... Éjjó! Na szóval, énekelni általában úgy szoktuk, hogy kihúzzuk a gerincünket így, így aztán nem lehet, mert nem mennek az energiák sem, meg a levegő sem. Szóval... Éjjó! Éjjó! Yeah.
második rész első fellépői már a színpadon vannak, türelmesek. 5 óra óta itt vannak, koncentráltak. Fejben átvették már az összes vonós négyest. A Sodrás vonós négyesről van szó. Sodrás kvartett. Dévényi Györfi Imola hegedűn, Lukács Lilla hegedűn, Kisdi Gellért brácsán és Tóth Marcella cellón fog játszani. Ők egyetemisták, ők alkotják ezt a kamara együttest, amelynek művészeti vezetője Horváth Dénes úr. Amit pedig hallunk tőlük, először Joseph Haydn Ezdúr vonós négyesének első tételét, majd meglepő módon szintén egy vonós négyes Borodin második vonós négyesének szintén az első tételét fogadják szeretettel.
oldalról lehetett látni az első részben, amikor Csikós Attila novelláját olvasta fel Dolmány Attila színművész, hogy Gézának tetszett, mert mosolygott a szeme és vette a poénokat. Kíváncsian várom, hogy a most következő második novella kapcsán is ugyanilyen sikerélményben lesz a részünk. Következik Dolmány Attila és Csikós Attila novellája. Tájleírások a vonaton. Nem tudom, de az idő, mint a táj. A táj képe változó tagolt. Erre gondoltam a vonatablakában állva. Jó lett volna rágyújtani, de ma már nem lehet. Az is elmúlt. Hogy lássam, hogy tépi szét a göndörödő füstöt a húzat. Közös emlékezet vidékünk része lett. A menet széllel azért még lehet játszani. Kihajoltam, néztem a kanyarban íjként görbülő szerelvény hajlékony, egybefüggőnek tűnő vasát. Tekintetem az ideg, gondoltam. A szélbe markoltam, ahogy régen. Éppen egy tarló mellett száguldott a vonat. Szelíd, csupasz dombok hajoltak össze barnán, szürkén, vörhenyesen. Örükben traktornyoma. Az egyik felszántott földarab közepén füves, tenyérnyi folt, rajta egyetlen nyírfa állt. Arra eszméltem, hogy valaki erősen megmarkolja a vállamat. Megfordultam kíváncsian, inkább dühösen. Ki az, aki beavatkozik, aki szemlélődésemben zavarni mer? Új felszálló? Kérdezte a kalauz, lassan eleresztve a vállamat. Elmosolyodtam. Nem, mondtam aztán. Egészen régen utazom. Ezen felnevetett. Úgy értem, kezeltem már a jegyét? Nemet intettem. Akkor megnézhetem? Kérdezte. Már egy kukoricás mellett jártunk. A halványzöld sorok a sínre merőlegesen futottak felfelé. Kátrázott a szemem, ha a tábla közepébe néztem. Hát persze, feleltem, és elővettem a pénztárcámat. Nem jó kihajolni, mondta a kalauz. Erős, már-már folytogató nikotinszaga volt. Nem jó, mondta, mert ezek a barmok bármikor kihajíthatják az üdítés dobozukat. További jó utazást, mondta, és elmosolyodott. Viszlát, mondtam, és újra kikönyököltem. Ezek a barmok bárkik lehetnek, gondoltam. Nyilván nem konkrétan gondol valakire, a kamaszokra, vagy a migránsokra, vagy tudom is én, a tatabányaiakra. Arra gondolt, hogy közülünk bárki lehet barom, és kihajíthatja az üdítős dobozát az ablakon. Ezek a barmok mi vagyunk, gondoltam. Bárkit elkaphat a vágy. Lehet egy perce felelőtlenül bolond. Tehet egy próbát. Fellobbanhat benne a düh. Bármelyikünket elsodorhatja az őrület. Jobb nem kihajolni. A modern vagonokban nem is lehet lehúzni az ablakokat. Nincsen drága szag, hideg, nem érezni a dízelmotor szagát. A táj és az utazással eltelt idő elpereg az ember előtt, mint egy film a tableten. Egyszerűen természet közelibb, ha valami elmaradott. A kupinban is lehúztam az ablakot. Alig volt utas. Cibálta a szél a függönyöket. Kifújja a zsíros vonatszagot. Az elmaradottság, a múlt, a háborúk, a 3x3-os ügynökök, a kis titkárok és a diktatúrák szagát. A bordó püsülésen ég és napok égtelenkedtek, hiszen annak idején ez volt a fő szórakozás. A cigi meg a vursli. Persze vursli nem volt minden vonaton. Egyszer egy ingázó melós végigkergette a kalauz 3 vagonon. Na, az vursli volt. Ma csak a wifi. Csoda, hogy még van függőn ezen a vonaton, gondoltam. A polgári mód kellékét még átvette a szocialista vasút. A rendszerváltással az a jó is eltűnt, ami a rendszer előtt még jónak volt mondható. Kidobtuk a pártállammal együtt, gondoltam. Csak a füredi szocszálló fényképe maradt az ablak melletti ülés felett, a repedezett tükör bal oldalán. Egy falon rohantunk éppen át, ez a falu 1980. Vannak falvak, amik a múlt század első évei. Némely vidéken átlobog az ember, talán még 2010 is. A falu határában kacsahúztató, partján egy ikaruszból kialakított büfé. Mehetünk a tájban, a belső tájak felé is, gondoltam, és az ikarusz partján pecázó férfi felé fordítottam a fejem. Egy fejmozdulattal ki lehet lassítani az időt. Az elrohanó alak kimerevedik az elmosódó tájban, megáll, úgy marad örökre, az iszapos tavacskába lógatott zsinórral.
A tó másik oldalán, a busszal szemben akáccsoport, de ezt már csak a szemem sarkából láttam. A fák között piros dácsia állt. Vannak helyek, tájképek, amiket jó lenne megörökíteni. Vonat és buszutak emlékeiből 5-6 olyan utat, tavacskát, mezőben álló tanyát is tudok, melyek mellett elhaladva a legszívesebben mindig meghúznám a vészféket és leszállnék. Eddig még sosem győzött megfeleléskényszerem felett az őrület. Aztán az is lehet, hogy közelebb menve, belépve az út, a tavacska, a mezőben álló ház kontextusába, az egész már nem is lenne annyira érdekes. Egy fehér, egyenes út, ami két felszántott barna földdarab között halad a horizont felé. Egy ház, ami mellett vasút halad el. Szomorú tereptárgyak, melyek végső értelme mindörökre elveszett. Csak az én szemlélődésem köti őket össze az időben, és csak az elrobogó vonat ablakából válnak jellegzetessé, hihetővé és megörökítésre érdemesnek. Díszletek. Talán csak az utasok kedvéért nem szántják be őket is. Mennyivel jobb például először meglátni a Balatont, gondoltam, mint ott lenni már a strand előtt a sorban. Van, aki akaratjánál látja meg, van, aki csak tihany előtt tesz mél. Az egész tó egy csillogó, kisinyitgatott sztamjol. Prézli morzsák benne a hajók, az emberek. A rántott csirkecombot már kijedték belőle. Tihany kovászos uborka zölden terpeszkedik a tálca szélén. Nem látni a partibódék égett olajszagú sorát. A raktárból diszkóvá alakított csarnokokat, a Penny Market hirdetéseit, nem látni az 1990 óta eltelt időt. De most nem a Balatonra megyek, gondoltam. Erre csak földek láthatók. Elindultam a mosdó felé, a vagon végében a WC ajtó előtt a kalauz állt. Nem bírja tovább, ugye? Kérdezte. Parancsol, néztem vissza rá. Rágyújtana, nem? Kérdezte. Tessék csak, mondta. Én is azt fogom, tette hozzá. Az egész vonaton 5-en vagyunk, ne szokassuk már magunk, mondta. Elővettem a cigim és megkínáltam. Tüzet? Kérdezte ő előzékenyen. Elém tartotta az öngyújtóját, rágyújtottunk. A kékes füst kövéren gomolyogva pillanatok alatt betöltötte a vagon előterét. Én sem bírom, mondta a kalauz. Westrinben vagy Szombathelyen, szóval nagyobb városokban állunk egy kicsit, mondta. Ott néha a sinek között elszívhatok egy felet. Ha sokan vannak, akkor persze nem. Akkor csak a végállomáson. De mostanában alig vannak. Lehet, hogy ezt a szakaszt is megszüntetik, mondta. Egykedvűen bámultunk a füstbe. A kalóz gyűlött, kigombolt zubbonyán kiteremkedő fehér ing galléria olyan volt, mint egy havas kiszögellés olvadás kezdetekor. Kár, hogy az utasellátó sem üzemel, mondtam halkan. Olcsó, ha hozza, felelte a kalóz. Mindenki hozza. Ki vannak ezek már képezve, tette hozzá, mintha szomorúságot láttam volna a szemében. Pedig a büfésekkel jól el lehetett lenni, mondta. Leültünk valamelyik üres kupéban, kávéztunk, néha benézett egy kőbányai módjával persze, műszak vége felé. De ezekkel ránézett és megtekerte a fejét. Ezek már azt se tudják, mi a vasút, mondta. Vonatot akkor látnak, amikor szerződéskötéskor egyszer kiviszik őket a nyugatiba. Vagy a gyerekkel a vasúti parkban, tette hozzá, és kinyitotta a mosdó ajtaját. Erős, fertőtlenítő szava keveredett a füsthöz. A vezetőkre gondol? Kérdezte. Csak legyintett. Arra se képesek, hogy egy lassabb szerelményt kiszervezzenek a gyorsabb belől, mondta. És rálépett a kézmosó alatti pedálra. A cigit a víz alá tartotta, ami kialudt a parázs. Közben megnézte magát a tükörben. A hamus víz feketén csordogált a kopott mosdókagyóban lefelé. Órakezek, nem menedzserek, mondta, miközben grimaszolt, mintha azt nézné, mennyit öregedett. Aztán az elázott csikket a WC-be dobta. Megtapadt a csésze oldalán, le kellett öblíteni. Maga is így oltsa el, mondta rám nézve a kalauz. Ezek a barmok képesek még valamit felgyújtani? Na, további szép utat, tette hozzá, aztán a tolóajtóhoz lépett, és csak két fáradt, tompas óhajtás maradt a nyomában, ahogy átment a másik kocsiba. Kint már este lett. Hűvesen vágott be a nyitott ablakon a szél. Messze egy városfényei derengtek, mint egy tavon a csillagos ég. Az idő és a táj is beleoldódott lassan a vonatódva. Csak az egyenes vonalú, egyenletes mozgás maradt, és a telefonvonalak végén az egész internet maradicsom. Leültem a bordó püsszékre, kényelmesen hátradőltem a szotüdülő alatt,
és megnéztem, van-e hotspot, amire csatlakozhatok. Bejelentkeztem. Hosszú járat, ezt gondoltam. Talán már leszállni se kell. El leszünk ketten, a kalauz meg én. Meg gondoltam, néha ezek, akik kihaigálják az üres vakont a nyitott ablakon. Elérkeztünk a ma esti jótékonysági műsor utolsó produkciójához, ami viszont, és ez is Gézának köszönhető, egy ősbemutató. Méghozzá Lázár Ervin Kalapba zárt lány című meséjéből Heitzinger Mika és Nacsinák Gergely András megzenésített versbetétekkel dúsított előadása következik, amit még soha, sehol, senki nem látott. Természetesen ezt is a Hídembernek köszönhetjük. Köszönjük, Géza! Kalapba zárt lány, esti mese. Mi vagyunk a TV Maci. Hegyke lány volt, nem tűrt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dühönghetett a szél, eső, hó szakadható. Nem és nem. Se kendők, tarkák, lippenőt, se ért, sisak, se főkötő, bátyol, filc, golyhos nemez, se lágy, se jem, se flélemez, süveg, se kell, se könnyűtül, szajkózom rendületlenül, míg el nem áll végképp szabad, a haj elég, ha a fej szabad, nem és nem! Egy se kell, se bőködő, se cilinder, se szombríró, se férd, se hez, se sár, se más mi elfedett, se kendők, tarkák, lippenők, se írt, sisak, se főködő, távol, pic, bolyhos, gyemez, se lágy, se jel, se frélemez, süreg, se kell, se könnyűtül, szajkózom rendületlenül, míg el nem áll végképp szabad, a haj elég, ha a fej szabad. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a kertkapun is mit lát. Bizony, egy kalapot, ott lebegett a kalap a kerítést szegélyező bokrok mellett, éppen a feje magasságában, jóformájú fekete kalapocska volt. Lám, lám, egy kalap, sem túl kicsi, sem túl nagy, tányérforma karimás, ékes, sikkes, patinás, tip-top fejfedő, ám az meg nem fejthető, miért libeg itt vajon, s miért nem kubbasz egy nyakon? Hol, hol, hol van ő, ismeretlen illető, kószál most kalaptalan, hajkurásza hasztalan, akár vagy kereskedő, nagy költő, heveskedő, kimért tanár nevelő, intőt hintő rettentő. Honnan kószálhatott el, hol van alóla a fej, merge, pörge, filc kalap, roppant csinos kis darab, tip-top fejfedő, ám az meg nem fejthető, miért liveg itt vajon, s miért nem kubbaszt egy nyakon? Jó napot, mondta a kalap. Mit akarsz? Kérdezte gyanakodva a lány. Én vagyok a te kalapod, mondta a kalap. Az enyém ugyan nem, tiltakozott a lány. Tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt nem hordok. Szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadom főt. Már pedig akkor is én vagyok a te kalapod, mondta ellentmondást nem tűrően a kalap. És sup, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár rászállt a lány fejére. A lány se volt vesz. Rángatta! Tétel!
húzigálta. Húztatkodjad ráciát, húztatkodjad rángon, cincáld, amíg elenged, rángasd, amíg belenged. Húztatkodjad tényed, húztatkodjad tényed, húztatkodjad ráciát, húztatkodjad rángon. Előbb-utóbb belenged, aztán már nem belenged. Húztatkodjad tényed, húztatkodjad tényed, húztatkodjad ráciát, húztatkodjad rángon. Rángathatta, tévhette, húzigálhatta. Akkor oda se neki. Azaz, hogy mit oda se neki éppen, hogy mintha növekedne a súlya. Egyre nehezebb lett. Te átkozott vaskalap, nyögte a lány. Nem én vagyok vaskalap. Te vagy a makacs szamár, felelt a kalap. És most már nem csak a súlya nőtt, hanem a mérete is. Hagyd abba, nem látok ki alólad, kiabált a lány. Persze, hogy nem látod ki. Hiszen a növekvő kalap karimája már a vállát nyúlta. A lány térde megrogyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelőtni magáról az átkozottat, de feszítette az izmait, amennyire csak bírta, a kalap megsevezzen. Akkor kibújok alólad, gondolta a lány. Hirtelen lebukott, s megpróbált kiugrani a kalap alól. De ahogy lebukott, a kalap szegélye elérte a földet, mély csend lett, és mély sötétség. A lány pedig ott környed, bezárva a kalap alá. Itt bent csak éj és csend honol, és vészkijárat nincsehol. A csend falán egy repedés, az éj falán hajszálnyi rés. Bár nyílna már valahol egy napsugár, mi rám hajol, az árnyalól mi fényt dalol, de itt bent éj és csend honol. Csak éj és csend honol, s vészkijárat nincs sehol. A csend falán egy repedés, az éj falán hajszálnyi rés. Bár nyílna már valahol egy napsugár, mi rám hajol, az árnyalól mi fényt dalol, de itt bent éj és csend honol. Engedj ki, nem látok. Nem baj, majd tapogatózzon, válaszolta a kalap. Nem bírok ilyen görnyebb testtartásban kucologni, elgémberedik minden tagom, panaszkodott a lány. Hát, állj föl, mondta a kalap. Óvatosan feláll, attól félt, hogy a fejét beüti a kalap tetejébe, de nem, volt elegendő tér. Fölnyúlt a férfelé, hogy ott-e a kalap teteje, de nem ütközött a kezes semmi. Balra nyúlt, jobbra nyúlt, hogy kitapogassa a kalap oldalát, de ott sem talált semmit. Állt a meghatározhatatlan térben, korom feketeségben. Félelem és harag fogta el. Itt akarsz engem örökös rabságban tartani? De válasz nem érkezett. A lány elszántan ugrálni és csapkodni kezdett a sötétségben, hát ha lyukat tud ütni a kalap oldalán és kiút a szabad fényességben. De csak a levegőt csak. És a dühött ugrálás közben megbotlott, és egy kőben elesett. Egy darabig magában roskadtan feküdt a földön, aztán sírva fakadt. Akkor hát ez a sorsom, itt kell meghalnom egy gonosz kalap alatt. Főült. Szomjas vagyok, mondta. Hallod? Te kalap! Szomjan halok!
jobbról, mintha halk csobbanást hallott volna. Tapogatózott. Tenyere egy hűvös kősima felületére tévedt. Talán éppen ebben botlottam el, gondolta, és a keze átsiklott egy másik kőre, amely éppen olyan sima volt és hűvös, mint az előbbi. A két kör között kis únyi rés, a résből üdepárák áramlottak. Lehet, hogy víz. A lány fölkelt. Minden erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdítani az egyik követ. Nagyon nehéz volt, de moccan. És a moccanással együtt halvány derengés váltotta föl a bakacsin fekete sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejvítette a kezét, a két követ, igen, és a két kő alatt ott a víz. Hogy hozzáférhessen, el kellett mozdítania a másik követ is. Reménykedve neki feszült, elmozdította azt is. Előbukkant egy kis kristálytavacska, egy forrás. Égi fényességben ragyogott a kertje. Makulátlan zöld pázsit, középen átkígyózik rajta a forrástóból kibutyanó erecske, a fát meg gyümölcse részerezett lobbanások. Pompázatos, mondta a lány, és mivel megérezett, szakított magának minden fáról egy-egy gyümölcsöt. Leült a kőrakásra, és megedénel. Elillant a fáradtság, mentett erővel. Élik a csönd, mint az alma, vetkezetve hűs nyugalma épp elég, kerek, mint a szép mesék, a vidámság egy barac, benne keserű a hang,
keserű a mag, de mégis vele veled fenn az ég is. Kert a világ benne termünk, bennünk él tovább a kertünk. Lesz-e szület, lesz-e még, kaptár mélyén cseppnyi méz. Szilva kék a végtelenség, számba venni képtelenség. Mégis méz édes lehet, szedj egy kosárnyi eget. Kert a világ benne termünk, bennünk él tovább a kertünk. Ágbogán a nap ragyog, gyümölcsei csillagok. Csönd, mint az alma, petkezetve, hűs nyugalma éppen ég. Kerek, mint a szép mesék, a vidámság egy barac, lenne keserű a mag. Keserű a mag, de mégis, vele nevez benn az ég is. Kert a világ benne termünk, bennünk él tovább a kertünk. Lesz-e szület, lesz-e még, kaptár mélyén cseppnyi méz. Szilva kék a végtelenség, számba venni képtelenség. Mégis méz édes lehet, szedj egy kosárba eget. Kert a világ benne termünk, bennünk él tovább a kertünk. Ágbogán a nap ragyog, gyümölcsei csillagok. Ekkor valami furcsa zajt hallott. Dörgést, durrogást, harsogó monajt és erőszakos kopogást. Igaz, nagyon távolról. Feszülten figyelt, és rájött, hogy ez a zaj a kalapon kívül dörög. Már nem is érdekelte annyira. De a kalap felvilágosította. Talán vihar, vagy háború. Az is lehet, hogy aranyagat szóltak a nép közé. Nem tudom pontosan. A lány végigjárta a kertjét, megsimogatta a fáit, legugolt a virágai mellé, hogy jobban becsodálhassa őket. Ivott a forrásból. Akkor most nekem örökké itt kell élnem? Kérdezte Tétován. De hogy kell? Most már igazán szabad lány vagy, mondta a kalap, és lassan felemelkedett. A kert összezsugorodott, és összezsugorodott a kalap is. Ott állt a lány, a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező bokrok mellett, a feje magasságában egy jóformájú, kis, fekete kalap libegő. Most elhagysz? Kérdezte a lány. Mondtam, hogy a te kalapod vagyok. Válaszolta a kalap. A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot, és a fejébe húzta. Jó erősen, nehogy elfújja a szél. Elindult a villamos megálló felé. Amerre járt, megfényesedett az utca. Talán a kert miatt. Talált ki, ki vagyok. Én a te kalapod, tegnapod, holnapod, ajtód és ablakod. Ez a mese nem mese, a vége az eleje, a közepe elszaladt, a mesélő lemaradt. Ki vagyok, áruhás angyalod, itt vagyok, ragyogok, hol a te kalapod? Ki vagyok, áruhás angyalod, itt vagyok, ragyogok, hol a te kalapod? Általában valamilyen úton-módon leszoktak zárni egy ilyen rendezvényt. Én nem kerítenék, mert a szó az nem jó, énekelni az se jó. Én azt gondolom, hogy nagyon sok versenyben, rendezvényen, művészeti alkotás elfogadásában a taps az, ami mindig erőt ad, és egy egységet kifejezi. Én azt gondolom, hogy Gézának az, hogy jó erőt kívánjunk, sok mosolyt a szemére, hogy jól használhatja ezt a monitort, és érezze azt mindig, hogy
sokan szeretik őt, és sokan számítanak rá a gondolataira. Azt egy nagy tapssal fejezzük ki neki, és köszönöm, hogy eljöttek.